Egyre több jel utal arra, hogy Irán felelős az ukrán utasszállító szerdai katasztrófájáért, amelyben összesen 176-an haltak meg. Amerikai sajtóértesülések már felvetették Irán érintettségét. A kanadai miniszterelnök most hivatalosan is bejelentette, hogy iráni rakéta találta el a gépet. A több forrásból, a szövetségeseinktől és saját hírszerzőinktől származó információk szerint a bizonyítékok azt mutatják, hogy a repülőgépet egy iráni földlevegő rakéta lőtte le, mondta a kanadai miniszterelnök. Szemtanúk azt állították, az utasszállító még a levegőben kigyulladt. Irán azt követően bejelentette, nem adja át a gép fekete dobozát a Boeingnek. Az amerikai elnök egy újságírói kérdése válaszolva azt mondta, ő személy szerint gyanakszik valamire, de nem akarja elmondani, majd azzal folytatta, hogy ez egy nagyon tragikus dolog, és hogy szerinte valaki hibát követett el. Az utasszállítón 82 iráni mellett 63 kanadai állampolgár utazott. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök, csütörtökön telefonon beszélt Hassan Rohani iráni államfővel, és nemzetközi vizsgálatot sürgetett a repülőgép szerencsétlenség ügyében.